A Keresztény Kulturális Akadémia különleges programján, amikor immár harmadik alkalommal kifejezetten tehetségkutató műsor próbálunk szervezni. Volt már nálunk operettest, illetve operaest, ifjú énekes tehetségekkel. Járt már nálunk Faragó Laura saját tanítványaival. Az éppenséggel egy október 23-ai megemlékezés volt az Édes Hazám Zengő Nyelven című műsorral, és ma külön kiemelt figyelemmel, szeretettel fogadjuk körünkben a Krónikás Zenede növendékei Lévai Nagy Kamilla vezetésével, akik a vizsga gálájukat rendezik meg közöttünk. Gyakorlatilag már megtörtént a félévi vizsga ezeknek a fiataloknak, de maga a gálaműsor nyilvánvaló egyfajta húzóerőt jelent. Fiatal tehetségek nem csak tanulni szeretnek, hogyha egyszer művész tehetségek szeretnék megmutatni azt, hogy mit tanultak, és szeretnék megmutatni mindezt közönség előtt. Kedveseim, koldulni szeretnék nekik, és elsősorban amit koldulni szeretnék, szeretetet szeretnék koldulni, törődést ezekkel a fiatalokkal. Néha-néha a művésznő elmondásából azt érzékelem, mintha a jég hátán folytatnák ők maguk is ezt a tehetségkutatást és tehetségképzést. Ezért az első, amit már kikoldultunk, hogy legyen némi érdeklődés, ahogy látom, ez megvan. A második az imádság, hogy valóban imádkozzunk értük, hogy valóban fönn tudják tartani a lelkesedést minden fajta, az életüknek, sorsuknak minden a fajta mostoha fordulatával szemben is. Ugyanakkor nem feltétlenül törvényszerű, hogy ilyen mostoha fordulatok közt éljenek, dolgozzanak, fejlődjenek, tanuljanak. Nagyon jó lenne, hogyha mindenki pártfogásba venné őket úgy is, hogyha Budán megfelelő helyet tudunk a képzésükre, én magam is próbálok mindent megmozgatni, nagyon kérek erre mindenkit, akkor próbáljunk nekik megfelelő helyet szerezni és ezt folytonossá tenni. Isten hozta körünkben a Krónikás Zenede növendékeit, kiemelt tisztelettel és szeretettel köszöntjük Lévai Nagy Kamilla művésznőt, fogadják szeretettel a műsorukat. Istenben bízva, a holnap hív majd.
most az ég felé. Imába télek Jézus nevében, győzzük le végre most az éjszakát. Csodálatos természetet választották, hanem eljöttek és meghallgattak minket. Nagyon sok ismerős arcotok, és ez külön nagyon boldogító. Tehát köszönjük szépen! A mai találkozásnak az a címe, hogy Krónikás ének a szeretetről, előadják a Krónikás zenede diákjai, és hadd mondjam, hogy tényleg olyan kicsit vizsga jelleggel, mert itt most nem volt semmiféle válogatásuk, elit brigád jön, ilyen brigád jön. Majdnem minden diákunk itt van, ennyiből áll, ezt tudjuk most itt, ebben a szép márciusban. Tehát Krónikás ének a szeretetről, a szeretet minden fajtáját szeretnénk megvillantani, a dalokban remélem, hogy nagyjából sikerül ez. Az első rész az teljességgel a Jóisten iránt való szeretetről fog szólni, hiszen itt vagyunk egy templom mellett, és egyébként is azt, hogy ez a zenede él, és még mindig él, és létezik, ezt elsősorban neki köszönhetjük. Benn a mennyben az Úr minden győztesnek állt, aki Jézussal járt, s benne vitt. Aranyból koronát, fehér égi ruhát, hárfa húrja itt vengethetik. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész, minden győztesnek jár örök rész. Boldog, véghetetlen öröm vár oda fenn, Jézus ért én is tenyerhetem. Élet forrása kínálja ott minden kész, igen, ott minden.
Thank you.
bízom, te vagy az Úr. Már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Te ott áll nékünk békességet, te ott áll nekünk erőt. Benned bízom, te vagy az Úr. Már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Benned bízom, te vagy az Úr. Már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Isten, hogyha létezel, hogyha hallasz, hogyha látsz, válasz nélkül ne hagyd ezt a fájdalmas poházt. Annyi most a szenvedő, amit elhagy föld és ég. Segíts hát nehéz idők szorongó gyermekét. Adj erőt a férfinak, kit a sors már megpróbált, és sok év után most kenyerét félti, tovább. Mit tegyen, aki fiatal, s túl van minden iskolán? Családot, otthont, jövőt tervezhet, támaszt, mondd, hol talál. A magasból néz le ránk, ad most a megváltó szent igény. Nehezen él, és fél a holnaptól annak a szó, már nem elég, szívében új nagy a keserűség. Nézd le rám, add most a szent igét. Ki nehezen él, és fél a holnaptól annak a szó, már nem elég, szívében új nagy a keserűség. A gyermeket, aki ártatlan, tiszta még. Körötte csalás, hazugság, önzés, mindenből mit sem ért. Kísérje útján a szeretet, legyen értelme, hogy ér. Vétkeinkért ne bűnődjön, neki még adj esélyt. A magasból néz le ránk, hogy most a megváltó szent igét. Ki nehezen ír, és fél a holnaptól annak a szó, már nem elég szívé. Nézd le rám, add most a szent igét. Ki nehezen ír, és fél a holnaptól annak a szó, már nem elég szívében új nagy a keserűség. Isten, tudom, létezel, tudom, hallasz, tudom, látsz. Válasz nélkül ne hagyd ezt a fájdalmas pohár.
ezzel az ámennel a, hogy úgy mondjam, egyházi dalok sorának vége szakad, de továbbra is abszolút a szeretetről fogunk énekelni, és méghozzá megpróbáljuk a szeretet minden válfaját ide idézni. Hát először természetesen mihez fordulunk? Hát a magyar népzenéhez, a magyar, egyáltalán minden művészetek alapja a népművészet, úgyhogy mi is úgy kezdjük, először népdalunkkal, majd utána úgy fokozatosan a népdalok nyomába induló megzenésített versekkel fogadják ezt a részt is sok szeretettel. Madár, madár, kis madár, mire beteg Máté? Még tegnap is ilyenkor szemet szedelgáttél, de törbe estett lábaid, oda a szabadságid, összekötve szárnyaid, oda madár társaim, tőletek megváltam, még tegnap is ilyenkor köztetek sétáltam, de rabja lettem voltam még, az család vadásznak dalulnom kell szüntelen, a rossz madarásznak, de rabja lettem voltam még, az ablakul
hogy az egész világ láthatóvá válik. Megértő szemekkel átnéznének rajta, akkor lennék boldog, ha mindent megmutatta. Ha én kapolnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit beengednék, nem kérdezném tőle, hát téged küldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljön. Ha én utca volnék, mindig tiszta volnék, minden áldott este sem lobognék mindenféle szélnek, haragosa volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek. A föld virágot adaléknek, a virág mézét a méhecske kapja, de mit adhatok én néked? A folyó vizét a forrástól kapja, fiú anyjától az életet, az égtől a csillagot kapja, de mit adhatok én néked? Arra gondolok, mit adhatok? Minek örülnél, és örökké magadnál tarthatod? Itt a két kezem, ez van nekem, tudod jól, ezt adom, ez mindenem.
igazi mélységben nincsen korszakok, csak te és én vagyok. Tudd, hogy téged nézlek, s minden gyönyörű képen együtt maradunk időtlen időkig, időtlenül végleg. Thank you.
Stop it!
amit következik, valamint aki a templomba akar menni misére, azt útjára tudjuk ereszteni. Tehát most a műsorunk befejező része következik. Történelemről, hagyományaink, múltunkról. Miért kérdezed, mi vár még rá? Tudod, hinni kell, hogy van remény, de nincsenek csodák. Yeah.
végtelen az ég. Nem kívánt más, csak saját hazát, hol övé a dal, s a szó, hol aranybosárból születik majd tudós és álmodó. Európa közepén nincs többé haza, kerékbe törte bányai gyilkosok hada. Gyűrű fogta a szegény magyar, csak folyt a vér. Vértanúról szó ne dar, tán nincsen más remény. Csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér, míg a földön ember él, a költő visszatér. A költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér, ha nincs hely, ahol